egész világ a harcmezőn, egész világ a harcmezőn, csak én nem vagyok ottan, ki harci vágyat annyiszor éreztem és daloltam. Se vágy, láng, még most is ég, még most sem halt ki bennem, rohannék és maradni kell, és nem lehet elmennem. A szégyen és a fájdalom kettős könyűje áztat. szívemre szállt a fájdalom, nem, nem az, a gyalázat. Ó, gyermekem, ó, gyermekem, még meg sem vagy születve, S szívemre már is kint hozzás gyalázatot nevemre. Ha megleszesz, ha élni fogsz, úgy fogsz-e majdan élni, hogy nevünkről elvész a mely azt miattad éri. De ha soká lesz, addig én leszállhatok a sírba, fejfámra ne legyen nevem sötét betűkkel írva, jöjjön csak a tavasz, a fák zöldelni fognak akkor, az én híremnek fája is kizöldül a tavaszkor. Debrecen 1848. december 15-e előtt. Petőfi tudja, hogy felesége Szendre Júlia hamarosan világra hozza első szülő gyermeküket. Azt nem tudja, hogy egy egyszerű mesterember házában fog ez bekövetkezni Debrecenben, meg azt sem tudja, hogy milyen kínok között fogja a vajudási fájdalmakat átélni szeretett felesége. Rögtön fiára gondol, akiért ő a nevét besározta. Még meg sem születtél, fiam, de erre a névre, hogy Petőfi egy bizonyos árny borul. Miért? Mert Petőfi 1848. március 15-e után pontosan tudta, hogy ő neki nem csak lantal, hanem karddal is majd szolgálnia kell nemzete ügyét. Fel is készült erre, vívó leszkéket vett, Váradi Antal derék barátja volt a vívótársa, lövészetre járt, az úszásban nagyon remek volt, már Dunavecsén korábban kimentett másokat az örvénylő Dunából, a lovagolni is jól tudott, tehát minden képességgel rendelkezett, amivel talán többel is, mint azokat, azok rendelkeztek, akik kasza, kapa, vasvilla után, a pákozdi győzelem után fogtak fegyvert, vagy jutott kezükbe fegyvert. Említettem már egy sorozat nyomán, hogy Petőfi először századosi rangot is kapott, kiképző rangot, hogy egy bizonyos hadtestet a a harcra kiképezzen, ez elég furcsa, ő maga is furcsálotta, és meg is írta arra Jánosnak egyik levelébe, hogy milyen körülményekkel találkozott. Aztán amikor ott északon, Debrecentől is északra toborzódó hadtestét hirtelenül nagybecskerekre vezényelték természetesen más csapatokkal együtt, hiszen a horvátok mellett a szerbek is fölkeltek a magyarok ellen, küszöbön volt a román fölkelés is, ami miatt egyébként családját el kellett menekítenie Koltó vidékéről Debrecenbe, akkor Petőfi két malomkő között örlődik egyrészt eleget tenni a hadsereg követelményeinek, másrészt, hogy ő hivatkozott rá eleget tenni emberi követelményeinek is, hogy nem hagyhatja ott feleségét, hogy a gyermekét úgy szülje meg, hogy ő ne legyen mellette. És a két malomkő között örlődik Petőfi 1848 decemberében, az első két hétben, hiszen 15-én a várva vár gyermek megszületik, de rendkívül nehéz napokat él át. Ennek a letéteménye ez a vers.